Bajnai Gordon a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Az imént ön már láttam, hogy hallotta és látta Závesz Tibort. Nagyon fontos adatokat mondott Závesz Tibor. Például azt, hogy van még 1,5 millió megmozdítható választó, akiket most még senki nem mozdított meg. A mai nappal közelebb kerültek ahhoz, hogy akkor elkezdjék azt az aktív munkát, ami már nem az egyeztetésről szól, nem egymásról szól, hanem a választókról szól, és őket próbálják ezzel megmozgatni. Közelebb. Egyértelműen közelebb kerültünk, és ez is a feladat. Én magam is, amióta lezártuk az országjárást, ezt sürgetem, hogy csináljuk, haladjunk, ne várjunk ezzel a dologgal. Ma azt, amit kitűztünk egy bő 3 héttel ezelőtt az első találkozónkon, azt elvégeztük, 2 dolgot is elvégeztünk. Az egyik, megállapodtunk a közös kormányzás alapjaiban. Ez nagyon fontos, alapelveiben, programjában. Ez azért nagyon fontos, mert világossá vált, hogy van programja, van alapja, vannak közös nézetek, amelyekre lehet alapozni Magyarország fölemelkedését a következő években. Itt nagyon fontos kérdésekről egyeztünk meg. De hát ez már gyakorlatilag január óta tart, még ha az Együtt 2011 nem is volt minden egyes szakpolitikai egyeztetésen, ott az MSZP által kezdeményezett egyeztetésen, de az elsőn, tehát amikor alapelvekről, akkor igen, tehát ezek szerint ez most zárult le, vagy most kezdődött, és gyorsan lezárták. Hogy pontos, hogy csak mi 3 hete kezdtük az MSZP-vel az erről való egyeztetést, mi a korábbi fázisokban nem vettünk részt. Most viszont nem egyszerűen csak ilyen egyeztetgetés volt, mint ami korábban más pártok között zajlott, hanem nagyon konkrétan arról beszéltünk, hogy egy közös kormányzás 2014 mondjuk júniusától milyen elvekre, milyen konkrét célokra épül. És ebben nagyon fontos volt tisztázni azt, hogy a szolidaritás kérdésében és a egyéni törekvés, a gyarapodás, az ország felemelkedése, a haladás kérdésében egyetértünk minden lényeges pontban. Itt nekünk nagyon fontos kérdések voltak, amiket tisztázni kellett. Hogy mondjak néhány példát? Ezt akartam kérdezni, hogy mondjam valamit. Konkrét példát, hogy értsék, mire gondolok. Nekünk az egyik fő célunk az, hogy egy igazságos adórendszer legyen Magyarországon, egy olyan, amely a törekvő embereket, a középosztályt, a felemelkedni vágyó szegényebbeket egyformán támogatja, nem csak a legfelsőbb 8-10%-nak ad, mint amit a Fidesz csinál. Hány kulcs? Hát kulcsokról ott nem beszéltünk, ugye mi 2 kulcsban gondolkozunk, hogy minél egyszerűbb legyen, minél átláthatóbb, de megállapodtunk az elvekben és az irányokban ebben a kérdésben. Igazságos adórendszer lesz Magyarországon. Tehát progresszív adózást szeretnének visszaállítani. Így van, biztos. A legfelsőbb 8-10%-tól többet kell kérni, de cserébe már a minimál bérszintjén 8-10 000 forint havi nettó többlet marad majd a borítékban, vagy a zsebben, vagy a számlán, ahogy mostanában utalják. Ez egy nagyon fontos döntés. Ez azért, még ha erről így konkrétan nem is állapodtak meg, de azt jelenti, hogy még a 16%-ot is elképzelhető, hogy lejjebb viszik? Nem, ez nem a 16%-ot kell lejjebb vinni, nem ez a cél. Az a cél, hogy azoknak, akik alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, a minimálbértől egészen föl az átlagbér, a 230-40 000 forintos átlagbér tartomány bőven fölötti szintig, legyen egy olyan rendszer, egy adójóváírás, amely célzottan azoknak ad, akiknek leginkább szüksége van rá, és csak a legfelső 8-10%-tól kérünk többet, azoktól, akik megengedhetik maguknak, hogy egy észszerűen, ez fontos hangsúlyozni, észszerűen többet fizessenek, mert azt a hibát se akarjuk elkövetni, ami 2009 előtt volt, hogy, már lényegében az átlag bért keresőktől is nagyon magas felső kulcsot kért az állam. Ezt nem lehet, mert visszafogja a teljesítményt. Alul többet kell adni, fölül egy kicsivel többet kell kérni, de csak annyival, hogy ne ösztönözzön a munka teljesítmény visszafogására. Mindenütt a törekvést, a boldogulást, az előre menni akarást kell támogatni. Ez az adórendszerben való megállapodás. Ön az adót emelte ki elsőként, én mondjuk nem ezt emeltem volna ki, hogyha arra gondolok, hogy mi szokott lenni kampány időszakban a pártoknak a fókuszában, és hát nyilván nem véletlenül, azért van ez a 3 téma a fókuszban, mert hogy ezzel lehet igazából megszólítani széles tömegeket. Ez az egészségügy, az oktatás és a közbiztonság. Az adó is ugyanilyen fontos, és még sorolhatjuk is, tehát ennek millió alválfaja van, meg egy pár dolgot még ide bevehetünk, de az biztos, hogy ez a 3 dolog, amire érthetően, hogyha egyenes válaszokat, ígéreteket kapnak a választók, akkor tudják, hogy kinél mire számítsanak. Mi van például az egészségügyel?
mind a három kérdésben, amit felsorolt, közbiztonság, egészségügy és oktatás, ott vannak világos válaszok. Én azt láttam egyébként, tehát a megállapodásokat igen. olvastam, tehát tudom, hogy erről is beszéltek, csak tehát ön az adózást emelte ki, azt is kérdeztem volna, hogy tehát mindegy is a sorrend, csak ezt a hármat beszéljük mindenképpen végig. Egészségügy oktatás abból a szempontból most vehetjük egy kategória alá, hogy itt az elmúlt három évben, egy másfél, most mindegy is, komoly államosítás történt. Ezzel önök mit kezdenének? Az egészségügy dolgában azt mondjuk ki nagyon világosan, hogy egy egybiztosítós modellben, állami tulajdonú biztosítós modellben gondolkodunk, de azt sokkal hatékonyabbá szeretnénk tenni. Az hogy kell? Olyanná, amely végre a beteget helyezi előtérbe, nem veszik el a beteg a rendszerben, nem ő rohangál azután, hogy őt meggyógyítsák, ez az egyik fontos elv, ennek nyilván a mögött konkrét programok vannak. Másrészt pedig szeretnénk megállítani az orvosok elvándorlását. Mert most hetente... Az béremelés. Hát ez egy fokozatos béremelés, így van bérrendezés, valamifajta tervezhető életpálya, meg egy általában egy sokkal jobb megbecsülés, jobb szervezettség ebben a szférában. Ennélkül nem fogjuk megúszni. Ezek elvek, mentünk mindjárt az oktatás, és ezek elvek, ez még mindig nem olyan konkrétum, mint mondjuk, nem azt kérem, hogy ígérjen be 50 vagy 60 vagy 100%-os béremelés, mert az meg a felelőtlenség kategóriája lenne. Szóval, hogy egy megbecsülést akarunk, egy átlátható rendszert akarunk, ezek jól hangzanak, csak nem tudom, hogy mit jelentenek. Nem tudom, hogy ha önök nyerik a választásokat, akkor nem tudom, hogy nekem betegnek, potenciális betegnek, mitől lesz jobb majd az egészségügy, mitől leszek átlátva, vagy mitől fogom jobban átlátni ezt a rendszert. Mitől? Van egy részletes program, most az elveiben egyeztünk meg, de szívesen válaszolok a kérdésre, nem megkerülni akarom, csak vannak kidolgozott részletek. Például, csak egy pár mondatot, ha mond, higgy el, hogy sokkal többen fogják ezt a részt is érteni. Például azt szeretnénk elérni, hogy ha valaki valamilyen betegséggel fölkeresi házi orvosát, akkor onnantól folyamatosan követhető legyen ő a rendszerben, ne neki kelljen rohangálni minden lelet után, meg elintézni saját magának, hogy őt gyógyítsák meg, legyen, aki gondoskodik róla, utána megy, egyfajta beteg út irányító rendszert szeretnénk. Hát ez állítólag most is van. Hát, és mi a tapasztalata járt mostanában az egészségügyben? Úgy tudom, igen, kihagyott néhány hónapot, nem tudom, milyen hónapot élmény volt. Töltöttem az egészségügyben. És hogy milyen élmény volt? Működik a beteg irányítás? Működik. Abszolút működik. Örülök neki, ha itt tapasztalta. Attól tartok, hogy aki elmegy valamelyik vidéki kórházba Magyarországon, vagy valahol bekül az egészségügybe, és én ilyen történeteket hallottam az országot mindenfelé járva, azt láttam, hogy nagyon sokszor elvesznek a betegek, hogy most éppen ma láttam horror történeteket valamelyik internetes portálon, de ez budapesti kórházakra is igaz, éppen valamelyik budai kórházról. Most nem az én problémáról kell beszélni, de én is egy teljesen normál kórházban voltam, tehát nem magánkórházban, nem magánrendelésen, tehát hogy ettől függetlenül az, hogy működik, én azt láttam, hogy úgy működik az egészségügy, hogy az ott dolgozókon múlik, és az ők hihetetlen megfeszített munkájukon múlik az, hogy ott minden működik. Igen. És nem az irányításon, nem a minisztériumon, nem a miniszterem vagy államtitkáron, hanem azon a nővérkén, azon az orvoson, azon az altató orvoson, tehát kizárólag rajtuk. De és hogyha őket megbecsüljük, arra ösztönözzük, hogy itt maradjanak, és végre a beteggel foglalkozhassanak, és ne az adminisztrációval, és az abban legyenek érdekeltek, hogy a beteget úgy egészében meggyógyítsák, és ne részfolyamatokat végeztessünk csak velük, akkor valószínűleg jobb esély lesz a gyógyulásra is, meg az ő itthon maradásukra. De nagyon leorganyoztunk. Az egészségügynél, holott én mondjuk az elején azt kérdeztem, oktatás egészségügyel kapcsolatban, hogy államosítás. Tehát ezzel a mostani rendszerrel mit csinálnának? Így hagynánk, vagy visszacsinálnánk? Nagyon világosan azt mondjuk, hogy az oktatásban a mostani központosított óriási vízfej helyett vissza kell adni az önkormányzatiság rendszerének. Tehát akkor ezt visszacsinálnánk? Nem teljesen. Én azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az lenne, és erről beszélünk, hogy járási szinten kell önkormányzati beleszólást és szülői beleszólást teremteni az önkormányzatoknak, hogy legyen egy észszerű koordináció helyben, legyen jó pénzfelhasználás, de másik oldalról a szülők, a helyben élők, az ottani önkormányzat legyen érdekelt abban, hogy a gyerekeink olyan tudást kapjanak az iskolában, amivel ők el tudnak helyezkedni. Erről van megint csak egy 200 oldalas oktatási programunk, aminek ez csak egy pici része, amit itt mondtam. Szóval ilyen kérdésekben egyeztünk meg, ezeknek az elveit foglalja össze ez a dokumentum, ami nekünk nagyon fontos volt. Az a szolidaritás és az ország gyarapodási képességének a helyreállítása, mert ezt a kettőt tette tönkre a Fidesz. Elvette a középosztályoktól az előrejutás, a boldogulás, a reménykedés lehetősége. Ekközben meg a legszegényebbektől meg elvette szinte a túlélés lehetőségét. Például egy olyan programért kardoskodtunk mi, amilyen régóta dolgozunk, hogy mindenki
aki együttműködik, aki megfelel feltételeknek, megfelel a közös társadalmi céloknak, az valamilyen minimális alapellátásban részesülhetjen. Sem. Cserébe azért őnek viszont keressen munkát, vegyen részt oktatásban, a gyerekét küldje tovább, hogy kitörjön a szegénységből. De legyen egy szolidaritási rendszer Magyarországon, mert ez az ország balkáni módon, vagy latin-amerikai módon ketté szakad. Közbiztonsága harmadik ilyen kulcskérdés, ami kampánytéma szokott lenni, és fontos kérdés is. Ezzel kapcsolatban azt olvastam, hogy arról egyeztettek, vagy abban állapodtak meg, hogy a félelem megszüntetése érdekében a teket meg kell szüntetni. Várjon egy picit, két dologról van szó. Azt mondtuk, hogy a luxus rendőrséget, a teket, vagy a különálló parlamenti palota őrséget, azt ebben a formában meg kell szüntetni, és egységes rendőrséget kell csinálni Magyarországon, hogy ne lehessen az, hogy külön-külön luxus rendőrségek működnek Magyarországon, ráadásul átláthatatlan módon, hiszen nagyon sokszor nem tudjuk, hogy a TEK mire használja azt a rengeteg jogkört, amit megkapott. Mi egy egységes rendőrséget talán a funkciójából szeretnénk. Is adódik, hogyha mindent tudnánk, akkor ez még nem a terror elhárítás lenne. Hát igen, de miért nem jó, hogy ez a rendőrségen belül van? Miért nem volt jó úgy, ahogy volt ez a dolog? Nem volt. Hogy nem, terror elhárítása mindig is volt. Így ilyen formában a rendőrségen belül nem volt, az biztos. Terror elhárítás mindig volt, hiszen Magyarországon volt a képzett szakemberek. De ilyen formában nem. A miniszterelnökre is mindig vigyáztak, ezt tapasztalatból tudom mondani. Ezt most egy egészen más önálló szervezeti egységben végzik, ahol nem lehet látni, hogy a rengeteg jogosítványukat mire használják, mire kapták, miért kell a miniszterelnöknek egy saját privát rendőrség, ez nem látható. Legyen egy magyar rendőrség, akiben megbízunk. De egyébként azt gondolom, hogy Magyarország polgárai szempontjából nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy mindenhol legyen elérhető közbiztonság, hogy legyen látható, elérhető módon rendőr. Mi például oda szeretnénk eljutatni a közbiztonsági rendszert Magyarországon, hogy mindenki egy vidéken, egy faluban, egy kisvárosban tudhassa, hogy ki az ő rendőre, telefonon felhívhassa a saját rendőrét, aki segít az ügyeit intézni. Most nem a sürgősségi 112-es számról szól. Ezt körzeti megbízottnak hívjuk? Hát ennél többről van szó, mert körzeti megbízottak ma is vannak. Azt szeretném, ha minden utcában minden lakos tudná, hogy ki az, aki az ő ügyeit foglalkozik, intézi, és hogyha például ellopták a biciklét, akkor ha kell, naponta rá kérdezhessen, hogy hol tart a nyomozás, és mi van ezzel. Ez nyilván nem egyik napról a másikra megy. Nem állítom azt, hogy két hét alatt rendet teszünk. Azt állítom, azt hogy... Azt már lehet, hogy nem hinnénk el. Attól tartok, hogy nekem sem hinnék el ezt. Nem is szoktam olyat mondani, ami lehetetlen. De azt állítom, hogy egy olyan rendszert szeretnénk építeni, ahol a magyar polgárok sokkal közelebb érezhetik magukhoz a rendőrséget, azt érezhetik, hogy valóban személyesen rájuk vigyáz, tudják, hogy ki az, aki rájuk vigyáz, ki az, aki az ügyeikben eljár. Nem egy arctalan tömeggel állnak szemben reménytelenül, hanem személyre szólóan vigyáznak rájuk, személyes biztonságot garantálnak nekik, és az idősebbeknek, a mai programba ez is bekerült, akiknek a kiszolgáltatottsága még sokkal nagyobb, nekik még külön kiemelt felügyeletet, védelmet, megelőzést fogunk biztosítani, ez is bekerült a mai programba. Ezek mögött megint mondom, konkrét, részletes, kidolgozott intézkedési tervek állnak. Nyár végéig a személyi kérdéseket is le akarják tudni. Ezt egyébként az Együtt 2014-től öntől személyesen is már többször hallottuk, hogy legkésőbb őszig ezeket a kérdéseket le kell zárni, a személyi kérdéseket is. A kiválasztás alapelveiről is megegyeztek. Elolvastam, általánosak, vagy inkább azt mondom, hogy evidenciák, és nem is ezen fog múlni. Hogy? Tehát ott fognak sakkozni, hogy nem tudom, Szegeden ki az erősebb, az Együtt embere, vagy az MSZP embere, vagy Érden ki az erősebb, vagy nem tudom, Békés Csabán. Tehát ez ennyire ilyen személyekre lebontottan fogják majd megnézni azt, hogy kinek van nagyobb esélye? Hát személyekre lebontottan kell megnéznünk azt, hogy kinek van legnagyobb esélye a győzelemre. Hogyan tudjuk maximalizálni a ránk jutó szavazatokat? Itt mutatta be az előbb Závetsz Tibor a számokat, amiből az látszik, hogy az összefogásnak van ereje, és ami még nagyon fontos, hogy ezt a választást a ma óriási számban jelenlévő bizonytalan, még eldöntetlen, elhatározatlan szavazók fogják eldönteni. Ezen múlik. Akik már ott vannak a egyes jelentősebb demokratikus ellenzéki pártok mögött, ők már tudják, hogy mit akarnak, de Szávesz Tibor azt mutatta be az előbb, és más kutatások is ezt mutatják, hogy közel fele a választóknak még nem tudja, hogy kire szavazna, pedig ennél jóval magasabb szokott lenni a részvétel. Ebben mondjuk kalkuláljuk be azt is, hogy akárhova megyek az országban, most legutoljára Szigetvárra, akkor azt látom, hogy az emberek félnek, meg vannak helyben félemlítve. Odaáll a polgármester a
terem bejáratához, ahol én előadást készülök tartani, és próbálja eltanácsolni az odaérkező embereket, a fideszes polgármester, és közmunkásokat vezényel ki, ellenem tüntetni, akik elmondják, hogy őket a polgármesteri hivatalból küldték, ami elég vicces. Tehát elég nagy a félelem, nyilván ez is benne van ezekben a magas, bizonytalan számokban. De nekünk az a dolgunk, és olyan összefogást kell csinálnunk helyben, és országosan is, ami képes lesz a bizonytalanokat megszólítani, ami el tudja érni azt, hogy azok, akik ma csalódottak általában a politikában, mert úgy érzik, hogy többszörösen átverték őket, azok végre egy megbízható, jövőben mutató, egy új kezdetet biztosító politikai megoldást lássanak. Ezen dolgozom 3/4 éve. Rövid választ kérek Öntől, hogyha nem Ön lesz ennek az összefogás, ha győznek, és kormányt alakítanak, és ha nem Ön lesz a miniszterelnöke ennek a kormánynak, akkor milyen lenne? Gondolkodott-e már ezen? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem gondolkodtam ezen. Nézze, nekem nem állás kell. Én nagyon kényelmes állást, biztonságos és kényelmes családapai pozíciót tettem háttérbe azért, hogy megpróbáljak végre ebből az országból egy jobban működő, rendben lévő, fejlődő, gyarapodó országot csinálni. Én erre vállalkoztam, ezt szeretném csinálni. Nem állás kell nekem, hanem az, hogy végre a gyerekeim egy olyan országban élhessenek, ahol van remény, van jövő, és nem kell innen elmenni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Azonnal jön a híradó, aztán itt lesz Mesterházi Attila, Székely Tamás, Vásárhelyi Mária. Maradjanak velünk!